A lakók megelégelték, hiszen a kis összedolgozott vagyonukat, gyakorlatilag mindet el tulajdonították, már szinte minden, ami mozdítható volt, ezért próbáltak valamilyen megoldást keresni, és így az Újmagyar Gárda mozgalomhoz fordultak segítségért. Beljebb a város felé néhány kilométerrel egy idős özvegyasszonynak elvitték a két tehenét, meg elvittek valami 30 tyúkot. Állítólag az a személy meglett, de bizonyítékot én nem tudok mit mondani. Tehát ez az idősebb hölgy abból tartotta fönn magát, hogy a kevéske kis nyugdíja mellett árulta a tojást, meg a tejből túrót, tejtermékeket készített, és azt árulta, de mivel elvitték a két tehenét, meg a tyúkat, így ez a megélhetési forrás ennek számára sajnos megszűnt. Ha mi jelen vagyunk, ez már megszokott, hogy a rendőrség jelenléte is lényegesen erősebb, már csak ezzel legalább tudunk segíteni azon, hogy növekedjen, emelkedjen a közbiztonságnak a színvonala. Egy 60-70 éves magyar úrhoz permanensen, tehát visszatérően bebetörtek, először elvitték a szivattyút, akkor utána elvitték az öntözőcsöveket, aztán betörtek már a főépületbe is, onnan is kirámoltak, amit éppenséggel tudtak, meg a szomszédos tanyába is volt látogató. És ezek a betörések odáig mentek, hogy az úr azt mondta, hogy én innen elköltözök, innen eladom ezt a kis tanyát, adnak érte annyit, amennyit adnak, én már nem teszem tönkre magam azért, hogy ha valamikor kijövök ide, akkor most ez tűnik el, most azt tűnik el, mindig valami eltűnik. Elindultunk közeli boltot keresni, hogy időt vegyünk, gyakorlatilag ami történt az, hogy hát általunk nem ismert egyébként egy kisebbség lakta övezetbe kerültünk, ahol elkezdtek minket szídni, szitkozódni, főhangosított zenére kivonult egy igen tetemes nagy társaság, tehát körülbelül olyan 70 fő fölé becsültük azt a társaságot, aki kivonult. Gyakorlatilag még mi ekkor sem léptünk semmit, hiszen hát sétáltunk az utcán tovább, ők üvöltöztek, szitkozódtak. A rendőrség pont szembe jött egy rendőrjárőr autó, akik megálltak mellettünk és kérdezték, hogy mi áradban, mondtuk, hogy boltot keresünk, hogy üdítőt tudjunk venni. Azt mondtak, hogy jó, menjenek tovább, mert hát már nagyon ordítoztak a helyi kisebbség. Ekkor a rendőröket elkezdték szídni, ekkor kért erősítést a rendőr, hiszen látta, hogy egy hatalmas nagy porfelhővel valószínű már akkor több mint 100 fölötti roma származású ember jött, eléggé felfegyverkezve, tehát igazából kasza, kard és minden egyéb volt náluk, ami létezett. Ekkor rendőr erősítést kért, látta, hogy egy rendőrautó tudott erősítésbe jönni felé, és ekkor azt mondta, hogy idézem, hogy körülnézett rajtunk, és azt mondta, hogy sokan vannak, tűnjünk innen. Ez a probléma nem most kezdődött. Tavaly esztendőben nagyon sokan megkerestek, mint országgyűlési képviselőt, hogy segítsem a külterületen élők sorsának az enyhítését, és elmondták nekem, hogy nagyon sok betörés, lopás, garázdaság történik, és hiába jelentik be a helyi rendőrségnek, nem történik semmi. Épp ezért rengetegen éltek panasszal felém, és én megpróbáltam sok esetben intézkedni, olyannyira, hogy Pintér Sándor belügyminiszter segítségét is kértem a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagjaként. Írásban is kértem választ, sajnos egy semmit mondó választ kaptam arra, hogy minden rendben, Szegedes, minden szép, minden jó. Természetesen a valóság teljesen másról szól. A valóság arról szól, hogy folyamatos atrocitások érik az itt lakókat, rengeteg betörés, lopás történik a környéken. Igenis létezik Magyarországon, és itt Cegléden is a cigánybűnözés, ezt ki kell mondani. A mai nap folyamán én reggel óta itt vagyok kint a helyszínen, és mint országgyűlési képviselő kutyakötelességemnek éreztem, hogy segítsek a nemzeti oldalnak, és koordináljam a mai eseményeket, és ennek köszönhetően is, hála jó Istennek, az ország minden részéről érkeztek ide Ceglédre, most is tömegével jönnek, és megmozdult a ceglédi lakosság is. Gyakorlatilag itt a rablások, betörések folyamatosak, sorozatosak, élhetetlenné teszik a környezetet a magyarok számára. Itt az egyik helyi lakó elmondta, hogy gyakorlatilag a rendőrség is azt mondja, hogy ez Chicago, tehát itt ők nem tudnak semmit tenni, tehát maga a rendőrség is tehetetlen. Valóan, hogy... Felmegyek a polgármesterhőt!
És megölöm a polgármestert! Hallhatjuk a hírekben is, hogy folyamatosan történnek az erőszakos bűncselekmények, sok esetben halállal végződnek. Ezeknek nem csak szerintünk, hanem mind a bíróság, mind a büntetés végrehajtás szerint az elkövetők 99%-a cigány származású. Mi vigyük a virázda? Menjünk oda Dásopátra! Figyelj meg, hogy a pirkát, mindent gyásolnak! Oda menjenek! Oda menj az egész szegődik tíz! Oda menj! Jelenleg a kormányunk ezt még tudomásul sem akar venni, sőt még magának a cigánybűnözés fogalmának a létét is tagadja. Sajnos mindenkori kormányra jellemző volt Magyarországon. Ők is lerakták a fegyvert, a gárdisták is leraktak mindent. Náluk sincsen semmi. Gyakorlatilag a rendőrség végignézte az, hogy 40-50 fő szamurájkarddal, vasrudakkal és egyéb közbiztonságra veszélyes eszközzel az utcán tartózkodik. Természetesen a rendőrség szokás szerint a romákat védte a magyarokkal szemben, és még a mai napig nem sikerült az elérni senkinek, hogy végre valódi problémával foglalkozzon a mindenkori kormány. Én nem akarok harcot! Főfogtátok ezt? Na, nem, erről van szó. Nem akarok harcot! A előtt, ott. Nem akarunk milyen harcot, érted, arról van szó? Így van, jó éjszakát. De most, ha őket piszkálod, így az van. Nem jó. Majd találkoztok az út izébe, amikor megállít az autóval, majd akkor piszkáljátok egymást, nem most. De nem fognak erre jönni. Meg lehet beszélni. Elköszöntjük ők, szép, lejjény, kész, ennyi, hagyjátok. Ő ilyet ford, te meg fekete a fejed. Kész, ennyi, menjetek. Jó éjszakát, urasszak, menjenek aludni. Maradj már, menj! Ura, a csupját vegyem áll. Nem, mert kamerom miatt nem veszem. Vedd már, mert mit játszod magad? Kamerom miatt nem veszem. A gyerekek félek elkülönök. Ez egy másik téma, de most nem itt kell lesz, most 600 ember előtt megbeszélni. Jó? Állítólag egy idegen nem is tudta, hogy itt mi volt, szeretett volna itt elmenni, nem közölünk való volt, nem tudta, hogy itt egy gyülekező van ott, és megverték. És pedig ő nem innen ment kórházba, innen ment el az a... Nem innen ment el. Az a bordó színű Suzuki innen ment el, mert már bent vannak a kapitányságon, tudom, hogy kicsodák. Tehát maradjunk ebbe, tehát nem kell itt engem hülyének nézni. Nem, én nem látom. Innen mentek el, valakit ide akartak hozni állítólag, mindegy. Szerencsétlen egy dolog volt, mert erre is elmehettek volna. Hogy mi volt ez az autoritás, hogy közénk hajtottak? Én most azt a részét mondtam. A cigányoknál egyébként azok, akik a tömegbe hajtottak, azok bementek, és állítólag önként tették ezek a Suzukisok, most a rendőrök kihallgatják őket. Már csak azért, mert akkor idejöttek minket a rendőrök számon kérni, hogy mi is történt itt, és történetesen én voltam az, aki ennyire ment tőlem el az autó, ugyanis azt vettem észre, hogy itt megáll az autó, és azt hittük megint, hogy a rendőrkapitány vagy a helyettese van itt, úgy, mint ahogy az előtt kint volt, és csak kiabálásra lettünk figyelmesek, és ez mint az őrült elindult, két embert majd elütött, többek között, ha én nem tudok megkapaszkodni abba a bozótosba, ennyire ment el tőlem az autó. Azt láttuk, hogy közterületen állnak a cigányok botokkal, kardokkal felfegyverkezve, és úgy tárgyalnak a rendőrkapitánnyal, láthatóan nem is próbálták ezeket a fegyvereket gyakorlatilag eltenni. A rendőrség az ebből is látható, hogy a magyar törvényeknek nem tud gyakorlatilag érvényt szerezni, nem tudja azokat betartatni. Még egy ilyen kis területen, ilyen nagy létszámú rendőri erő is képtelen arra, hogy megfékezze ezeket az embereket, és kordában tartsa őket. Azt láthatjuk, hogy alapvetően a magyar társadalom továbbra is csak önmagára számíthat arra, hogyha megszervezi magát, kimegy az utcára, megvédi magát, fölmutatja az összefogás erejét, akkor ebből lehet eredmény, abból, amit a magyar államhatalom kínál a részükre egy elgyávuló rendőrséget ott, ahol a rendőrök el vannak bizonytalanodva, nem mernek intézkedni, kis létszámban vannak egyáltalán jelen a területen, az azt gondolom nem alternatíva a közbiztonságra. Az igazi alternatíva az, hogyha a magyarok összefognak és visszaállítják a csendőrség intézményét. Nem mi? Ez nem vitatkozunk, ez adja magát. Be vagyunk egy magánportál. Miért fennképezzem már? Kikérem magam. Polgármester úr! Nem a polgármester vagyok. Én vagyok itt a kapitány. Arra kérem önöket,
Mire? Magánterületen vagyunk. Azt szétverdek itt mindenkit. Magánterületen vagyunk. Mondja már neki. Ne világítsam azt, hogy nem látom. Már le a fényt a zéről. Szájasztok a mert. Maradjatok csöndbe, hogy mondja. Csönd! Fia kapitány. Jobbik Magyarországért mozgalom soha nem a parlamentben volt első idegesen jelen, hanem az emberek között. Itt is én úgy érzem, hogy ha a parlamenti pártok közül lejönnének az országgyűlési képviselők ilyen helyszínekre, akkor testközelből érezhetnék azt, hogy milyen a mai magyar valóság, hiszen itt a mai magyar valóságot látjuk. A Jobbik Magyarországért mozgalom most már évek óta mondja, hogy tarthatatlan az a helyzet, ami ma Magyarországon van. A cigány-magyar együttélés nem működik egyelőre. Milliárdokat lehet költeni cigány integrációra, akkor is úgy érzik nagyon sok helyen az országban, és most már egyre több helyen az országban, hogy tarthatatlan a helyzet, és ez sajnos azt lehet mondani, hogy most már végkifejletéhez érkezik egy-két településen, ahol a többségi magyar lakosság már nem tudja elviselni azt a cigányterrort, ami jelen van a településükön, és itt előbb-utóbb ilyen konfliktusok százai alakulhatnak ki. Erre fölhívtuk a figyelmet már több évvel ezelőtt is, senki nem foglalkozott vele, elmondtuk, sőt, javasoltuk a parlamentbe ugye egy vizsgálóbizottság felállítását, ami ezzel a kérdéssel foglalkozott volna. Kékfény? Remélem a kékfénytől van. Megkamerázódjunk! De. Kezd szobok! Egyiket kamerázzál! De? Na most magunk nem csinál, megyünk az ombudsman. Ez így nem folyhat tovább. Elegünk van a gyerekek rettegésbe írni. Jöjjöttek! Most mentek szét a fejemet! Ilyen! Ezek a lettek, mint a magukat az Isten küldte volna az RTL klubba, de remélem, hogy leadják. Ahol nincs rend, ahol a magyar rendőrség nem hajlandó a magyar törvényeket betartatni, ott előbb-utóbb az emberek saját maguk próbálják meg megoldani ezeket a problémákat és konfliktusokat, és ugye egyelőre hál' Istennek még ott tart ez a dolog, hogy csak fölemelik a szavukat, és megpróbálnak egy vészkiáltást intézni, vagy eljuttatni ugye a megfelelő szervekhez, de hát ahogy látjuk, hogy ez nem... Nem sok esetben úgy reagál rá mondjuk a rendőrség, ahogy kellene. Ezt a Facebookra kéne föltenni.